4 évvel ezelőtt 12 együttes nevezett az első sóstói strandfoci fesztiválra, amely azóta az ország legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezőknek már limitálniuk kellett a résztvevő csapatok számát, így a tavalyi évhez hasonlóan 44 gárda lépett pályára. Bár az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz, mind a 98 mérkőzést lejátszották a csapatok. Fantasztikus mérkőzéseket láthattunk, igazán sportszerűek a küzdelmek. Nagyon komoly színfoltja volt a immár 5. alkalommal megrendelésre kerülő női torna is, és itt egy hatalmas meglepetés született, hiszen a sokszoros kupagyőztes és bajnok Nyírség NSC csapata csak második helyen tudott végezni. Kitűnő tarpai FC csapata szerezte meg az első helyet, a harmadik lett a Napkor és negyedik a Nyírség NSC második csapata. Nagyon jó csapatok jöttek el, egyre jobban élvezik a csapatok ezt a strandfocit, és egyre jobban tanulják meg ezeket a szabályokat. A korábban több megyebeli nagypályás csapatban is védő Vattai Pál szerint a homokos talaj komoly kihívás elé állítja a kapusokat. Ez a strandfoci, ez teljesen más játék, mint egyébként akár a nagypálya, vagy akár a kispályás futball is. Ide nagyon sok erő és energia kell, úgy gondolom. Jóval nehezebb elrugaszkodni a homokból, nehezebb odaérni a kapufához, nehezebb felállni az ismétlő lövésekre, tehát nem egy egyszerű a kapusok számára. A tornát végül a nyíregyházi Bohemians FC nyerte a Tarpa FC előtt, harmadikként pedig a keleti régió nyíregyházi együttese végzett. A gólkirályi címet Madzin István, az osztálysport kafé játékosa szerezte meg, a legjobb kapusnak a Tarpai Sas Istvánt, a legjobb játékosnak pedig a Bohemians FC csapatát erősítő Babják Csabát választották meg a szakemberek.